Köszöntöm a Rábaközi Televízió nézőit! A Múzeumok őszi fesztiváljának keretén belül detektív játékot szerveztek a Csornai Múzeumban. A rendezvényről azt Ágnes beszélt. Jelen rendezvény a Múzeumok őszi fesztiválja rendezvénysorozatnak a része. Ez egy országos koordinálású programsorozat, amit 3 éve rendeznek meg szentendrei kollégák kezdeményezésére. Ehhez idén először csatlakozott a Csornai Múzeum is. A rendezvény az több részegységből áll, amelyek során megpróbáltuk megszólítani a látogatói réteget, mindegyik látogatói réteget. Időszaki kiállítás nyílt a művelt nagyközönségnek, megszólítottuk a sérülteket, a nyugdíjasokat, különböző előadások voltak, pedagógusok részére konferenciát rendeztünk, ahol a múzeum pedagógia lehetőségeiről és új irányvonalairól beszéltünk. És most a záró rendezvényként úgy gondoltuk, hogy az összes réteget együtt párhuzamosan szólítjuk meg, bemutatva ennek az épületkomplexumnak az összes kincsét, méghozzá 2 részben. Egyrészt a premontrei rend örvendetes együttműködése révén lehetőség nyílt, hogy a premontrei prépostság eddig nem látott gyűjteményeit is megtekinthesse a nagy közönség. Itt elsősorban a felnőtt látogatókra gondoltunk, és ugyanakkor a kicsik se unatkozzanak, ne érezzék magukat kirekesztve. Számukra gyakorlatilag egy speciális tárlat megtekintést javasoltunk, és hogy ne éljen bennük az a rossz tévképzet, hogy a múzeum unalmas, ezt egy izgalmas detektív játék keretében gondoltuk megvalósítani. A gyerekek ifjú detektívként nyomokat követnek, és megpróbálnak választ adni egy csornán már mintegy 150 éve forgó legendára, hogy mi igaz a legendából, mi nem igaz, vannak-e kincsek a kolostor Ódon falai között, vagy sincsenek. Huszonöt éves a KDNP csornai szervezete. A Keresztény Demokrata Néppárt csornai szervezete 2015. október 16-án tartotta a jubileumi rendezvényét. Milyen apropóból tartotta a szervezet a szóban forgó rendezvényt? Nos, helyi szervezetünk elérte 25 éves létét. A rendszerváltás során Keresztény Demokrata Néppárt újraalakításra került. Hozzá kell tennem, hogy a Demokrata Néppárt, amit 1944-ben alapítottak, és 1949-ben ellenséges nyomásra felfüggesztésre került, a mai Keresztény Demokrata Néppárt jogutódja ennek a szervezetnek, és ahogy az országos szinten újraalapították pártunkat, 1989-90-ben gomba módjára szaporodtak a helyi szervezetek is, ahogy Csornán is megalapították. Kik vettek részt a rendezvényen? Meghívtuk a városunk egyházi vezetőségét. Szeretnék itt kitérni arra, hogy jó kapcsolatot ápolunk, de ezt a kapcsolatot szeretnénk tovább javítani a helyi keresztény egyházakkal. Szeretnék itt egyben köszönetet mondani, hogy jubileumi ünnepségünk alkalmából a premontrai prépostság dísztermét vehettük igénybe. Meghívtuk országgyűlési képviselőnket, Gyopáros Alpár urat, meghívtuk Győr-Moson-Sopron megye egyetlen KDNP-s országgyűlési képviselőjét, Firtl Mátyás urat, illetve dr. Vajkai Imrét, szintén KDNP-s országgyűlési képviselőt, aki egyben a Parlament Mentelmi Bizottságának is az elnöke. Meghívtuk a KDNP megyei elnökét, Széles Sándor urat, illetve tiszteletbeli elnökét, Csorbedezső urat. A Győr-Moson-Sopron megyében 5 helyi szervezetünk létezik, nekik tagságát, elnökségét, és nem utolsó sorban a helyi szervezetünk tagságát, beleértve olyan tagjainkat is, akik jelen pillanatban nem aktív tagok, de valamikor az alapításban elmúlt 25 év tevékenységében jelentős szerepet vállaltak, illetve olyan személyeket is, akik a Giciféle álmokfutást megelőzően kisebb helyi szervezeteknél tevékenykedtek tagokként, elnökökként. Mik voltak a fő témák? A kereszténység és a politika kapcsolatának az ábrázolása volt az egyik fő téma. Kiemelésre került jelen helyzetben is Háncs Károly feledhetetlen tevékenysége.
Szintén szeretném kiemelni Horváth László személyét. Nagy hangsúlyt kapott, hogy a párton belül egy nagyon célra törő fiatalítást tudtunk megvalósítani. Ennek a méltatása, szeretnénk ebből megyei szinten példát nyújtani. Szótájtettünk róla dr. Vejkei Imre beszámolója kapcsán helyi jelenlegi politikai események mellett országos politikai eseményekről is. Méltattuk a Fidesz-szel, mint politikai partnerrel való kapcsolatunkat. Kiemelném, hogy ezt a jövőben is szeretnénk megtartani, hogyha lehet erősíteni. És végére hagytam azt a mérvadó részét az előadásoknak, amikor Háncs Károly tiszteletbeli elnökünk beszámolt a KDNP helyi szervezetének az elmúlt 25 esztendejéről, és hadd ragadja meg az alkalmat, hogy hadd kérjem fel tiszteletbeli elnök urat, hogy mondjon erről néhány szót röviden. Köszönöm szépen! Nagyon régen voltam már itt a tévében, köszönöm most is a meghívást. És mindjárt azzal kezdeném, hogy 25 évvel ezelőtt a KDNP csónai szervezetének szlogenje Barankovics István, mint az elnök úr már az előbb célzott rá, a jelenlegi mostani KDNP jogelődje, elnöke volt, addig, míg a kommunisták szét nem zúzták a pártot. Tőle származik ez az idézet, amely számunkra 25 éven keresztül végig az alap, a meghatározó volt. Így szól. Számunkra a politika a felebaráti szeretet tágabb értelemben vett területe. És próbáltunk minden egyes tevékenységünk során e nagyon-nagyon tartalmas, velős megfogalmazáshoz tartani magunkat. Maga a KDNP csornai szervezete 1990. június 12-én alakult meg, 17 fős alapító létszámú tagsággal. Ez nyáron történt, az őszi választásokra már, hogy mondjam, tapasztalatlanul, semmi nemű politikai korábbi tapasztalattal nem rendelkezve vágtunk neki, de mégis az eredmény úgy jött össze, hogy a 21 fős önkormányzati képviselőtestületnek az egyharmadát a Keresztény Demokrata Párt adta 7 fővel. Akkor még a polgármester választás nem közvetlen a lakosság bevonásával, illetve szavazatával történt, hanem a megválasztott képviselők választottak akár maguk közül, vagy lehetőség volt arra, hogy külsős polgármestert. Hát akkor így született meg a döntés, hogy milyen körülmények között arra nem nagyon akarok most kitérni, de az én megítélésem szerint elhibázott volt a polgármester választása. Ehhez akkor hozzá kell tegyem azt is, hogy az én megítélésem szerint főképp így visszatekintve a múltra a jegyzőválasztás sem volt igazából éppen szerencsés. Az őszi választások következtében, amikor nálunk párton belül polgármester jelöltségről szó került, az akkori elnökünk, akit a júniusi megalakuláskor megválasztottunk, sajnos, hát nem akarok drámai szavakat használni, de valamilyen szinten, módon hátat fordított nekünk, hogy pontosan ez hogy néz ki, vagy mit jelent. Az MSZP, miután ők elég drasztikusan elvesztették a választásokat, próbáltak nagyot lépni. Ugye nekik politikai tapasztalatuk lényegesen sokkal több volt, mint a miénk, és felkérték, felajánlották a támogatásukat az akkori KDNP elnökének. Hát természetesen ez az új párt tagjainak nagyon-nagyon nem tetszett, és a választások után közvetlenül a párt soraiból ki is zárta az akkor addig pár hónapig regnált elnököt. Ezen a taggyűlésen
ahol egyébként már a párt létszáma, a tag létszáma az úgy nézett ki, hogy 72 főt számlált, és egy-egy taggyűlésön olyan 50-60 között jelen is volt a tagok többsége. Tehát ezen a taggyűlésen, ami pontosan novemberben történt, választottak akkor meg engem elnöknek, és azóta folyamatosan, most egy évre visszatekintve, 24 éven keresztül voltam a Csornai Kereszténydemokrata Párt elnöke. Hogy mit tettünk, vagy próbáltunk abban az időben? Az első talán nagyon jelentős eredményünk az volt, hogy meg tudtuk akadályozni a korábbi kommunista vezetés azon törekvését, hogy a Premontrai rendház területén a könyvtárat úgymond olyan módon véglegesítsék, ami lehetetlenné tette volna később, hogy a rendház vissza tudja igényelni az illető helyiségeket. Ebben egyébként akkor nagyon nagy együttműködés volt Magasi Sándor evangélikus tiszteletes úrral. Neki voltak ez irányba információi, hisz ugye tudva lévő az, hogy 90-94-ig MDF kormányzás volt. Aztán az első talán olyan igazi, sikeres kezdeményezésünk volt a temetőben lévő sugárkripta felújítása, ami talán azért a legnagyobb dolog mai szemmel is, hogy a városnak, azaz az önkormányzatnak egy fillérjébe sem került, mert nagyon-nagyon odaadó partnernek bizonyult a cserépgyár, az akkori ottani igazgató. Lényeg az, hogy sugárkriptát akkor sikerült rendbe tenni, társadalmi munkát is elég sokat fordítottunk rá, mármint a KDNP-s tagok akkoriban. A lényege, hogy azóta sem történt egyetlen egy üveg betörése, mint ami korábban jellemző volt, és azóta is nagyon szépen a temető egyik dísze. Nagy-nagy feladat volt számunkra a Rákóczi iskola, mint valamikori egyházi működtetésű iskola, az egyházi tulajdonban való visszaadása. Korzenszky Richárd atya, aki jelenleg a Tihanyi Perjel, ő volt, aki akkor kormány szinten, és az, illetve inkább úgy mondom, hogy az egyház részéről a megbízott volt az egyházi iskolák egyházi tulajdonban való visszaadásával kapcsolatos tárgyalásokra. Több alkalommal is találkoztunk, mondjam azt, hogy eléggé kemény határozott viták is zajlottak, de végül mégiscsak sikerült a Rákóczi iskolát egyházi tulajdonba visszajuttatni, aminek talán azt kell mondjam, hogy, és az vezérelt bennünket is akkor főképpen elsősorban, hogy ugye a kommunista rendszer a 45 utáni időszakban, miután 49-ben államosították az egyházi iskolákat, elüldözték a rendeket, és valójában a megmaradt egyházi iskolák, ami ugye akkor csak középiskolákat jelentett, 8 volt az országban, 6 fiú és 2 lány gimnázium, igazából nevelés csak ott történt. Ez vezérelt bennünket is, hogy jövőt illetően a fiatalság részéről nagyon-nagyon fontosnak éreztük, tartottuk mai napig is egyébként a nevelés fontosságát. Végül is sikerült és megtörtént. A Premontrai rendház jogos tulajdonosának visszajuttatása szintén egy nagy-nagy, hosszú-hosszú ideig tartó harcot jelentett. Ödön apátul akkor már ugye itt volt Csornán, itt is székelt, és KDNP volt az, aki akkor úgymond az apátúrnak olyan értelemben is segítséget nyújtott, hogy legelőször az akkori egyházügyekkel megbízott államtitkár dr. Pálos Miklós, aki egyébként csak halkan teszem hozzá, hogy kereszténydemokrata volt, apátúrékat, jegyzőurat, akkori polgármestert, később polgármester asszonyt, én ismertettem össze őket, én hoztam össze a találkozót a kezdetekkor. Én úgy érzem, hogy az is egy jelentős dolog volt értékmegőrzések szempontjából, temetői nagy kereszt renováltatása, a szűzanya szobor áthelyezése a mostani Bősárkányi úti körforgalomtól a Szent István térre,
meg kell jegyeznem nagy-nagy örömünkre, akkor dr. Varga László, aki az országgyűlés doyenje volt, ő volt az, aki itt akkor ünnepi beszédet mondott. Jelentős szerepet vállaltunk a Málta Csolnai Szervezetének megalakításában, és a ott ténykedő, szolgálatot teljesítő máltás tagoknak döntő többsége az kereszténydemokrata párti volt is többek között. A kórház felújítása, amit egy picit most visszanyúlok, 1992-ben kezdődött, akkor volt egy pályázati lehetőség rá, amit először nem nyertünk meg, később sikerült elintéznünk. Akkor népjóléti minisztert Surján Lászlónak hívták, aki akkor a kereszténydemokrata párt elnöke volt egyébként, és rajta keresztül végül is az első elutasítás után sikerült az 500, ha pontosan jól emléke, 506 millió forint, ami már ugye lényegesen forintálisan többet érne, amit megkaptunk pályázati úton a kórház felújítására, és ugye 95-ben történt az átadás, ami érdekes dolog, mert ugye 94-ben visszajöttek a, hogy mondjam, a szocialisták, kommunisták, vagy mindegy, hogy minek nevezzem, utód pártjuk, illetve az úgymond liberális vonal. Kórház avatása már az országgyűlési, tavaszi országgyűlési választások után történt meg, és én mindenképpen szerettem volna, hogy Surján Lászlót, aki igazából döntő érdemeket szerzett abban, hogy a pályázati pénz, ez a félmilliárd forint Csolnának rendelkezésére álljon, legyen meghívva. Hát az akkori polgármester meg az akkori kórházigazgató között ment a labdázás, 3-4-szer is küldtek ide-oda, hogy másik a döntő személy, hogy meghívott legyen Surján László, és végül úgy hangzott el, hogy jó, legyen jelen, de nem mondhat beszédet. Ezt csak úgy érdekességként hozzáteszem, hogy mik is történtek. Végül is a kórház akkor számunkra is mindannyiunk, és a Csolna környéken élőknek az örömére is elkezdett lényeges fejlődések után tovább működni. A 94-es választások után igazából akkor kezdődött a mi szervezetünknek, tehát a kereszténydemokrata néppártnak a Fidesszel való szorosabb kapcsolata. Sok-sok-sok mindenben egyet értettünk, természetesen voltak olyanok, amik nem és vitát képezték, de legtöbb esetben dőlőre tudtunk jutni, és közösen próbáltuk Csolna jövőjét szolgálni. És a KDNP-re szorosan visszatérve, hogy a 97-ben sajnos országos szinten egy szakadás történt a pártban, amit az akkori elnök, hát hogy mondjam, talán így fogalmazzak meg, a parlamenti erőszakoskodása miatt vezetett odáig, aminek nálunk milyen következményei voltak, a taglétszámunk lecsökkent, a körzetben lévő szervezetek majdnem mindegyike megszűnt, Csolna tartotta úgymond tovább olyan értelemben a primet, hogyha szükség volt vidékre kimenni, választásokkal kapcsolatosan segíteni, ezt mind-mind mi vállaltuk. Ugye 98-ban Áder úr lett a körzet képviselője, nagy-nagy, nem megelégedésünkre, hanem inkább úgy fogalmazok, hogy örömünkre, és ezutántól kezdve sokkalta-sokkalta szorosabb kapcsolatot ápoltunk a Fidesszel. Ezek nem csak közvetlen a politikai megnyilvánulásokat jelentették, hanem a kampányokkal kapcsolatosan is teljes mértékben együtt dolgoztunk. A KDNP több az országgyűlési képviselő, vagy az országgyűlési választókerület településén önállóan végzett kampánymunkát. És egy picit visszatérek Csornára. 99-ben, ugye 98-ban volt egy érdekes dolog, Fidesz, vagy fogalmazzak így, hogy a jobb oldal győzött az országos választásokon, viszont itt helyben a korábbi polgármestert, aki baloldalhoz tartozó volt, őt választották újjá.
A korábbi időkben viszonylag jól kijöttünk egymással, most ezt nem a személyemre értem kizárólag, hanem a politikai csatározásokat figyelembe véve, de 99-ben már elindult egy olyan folyamat, ami mi megítélésünk szerint a város szempontjából nem vezet jóra. És 99 nyarán Fidesz részéről dr. Gulyás Zoltán, mi részünkről én voltam jelen, az akkori polgármesterrel próbáltunk arról értekezni, hogy a jövő érdekében hogy tudnánk az együttműködést lefordítani a mindennapokra. Érdekes volt egyébként ez a beszélgetés, a lényege a következő. Amikor mi elmondtuk, hogy hogyan szeretnénk ezt elképzelni, akkor az akkori polgármester két dolgot tett feltételként. Az egyik az volt, hogy minden egyes tárgyaláson ott szeretne lenni. Most ezeket a tárgyalásokat úgy kell érteni, hogy amikor lobbizni szükséges, tehát vagy valamelyik minisztériumban, vagy államtitkárnál, tehát ilyen szinten módon, hát ugye ez olyan értelemben majdnem, hogy elképzelhetetlen volt. Erre a válasz részünkről a következő volt, hogy hát te az előző 4 évben hányszor hívtál bennünket. Vagy egyáltalán, ha hívtál is volna, hányszor juthattunk volna ajtón belül. Na ez még csak hagyján, a következő az volt, hogy bármilyen eredményt, ha tudunk hozni, mondom még egyszer, közös elképzelés alapján, de hangsúlyozom, hogy ugye jobboldali kormány volt hatalmon, bármilyen eredményt tudunk hozni Csorna vagy a körzet javára, azt mondá az akkori polgármester, kizárólag ő fogja a közélemény felé sajton keresztül tudatosítani. Hát ettől kezdve, ebbe aztán nem tudtunk igazából dőlőre jutni, ettől, tehát ez 98 nyarától induló dolog volt, hát mondjam azt, főképp az ő részéről eléggé elmérgesedett a viszony. Ez azért volt talán jelentős, mert azóta sem javult meg a jobb és baloldal között, pedig korábban nagyon a politikai megnyilvánulásokat leszámítva, értem alatt a testületi üléseket, vagy a bizottsági üléseket, vagy egyáltalán a háttérben zajló bizonyos ügyekkel kapcsolatos egyeztetéseket, vitákat, ezeket leszámítva, normális emberi viszonyban voltunk, és többekkel még azt is megkockáztatom, hogy baráti viszonyban. De ez attól kezdve, még egyszer mondom, az akkor regnáló polgármester hozzáállása miatt megszűnt. Következő időszak, ugye 2006-ot említeném, amikor a város lakossága szavazásra jogosultak is, rádöbbentek arra, hogy igazából Csorna évszázados hagyományai. Az emberek erkölcsi értéke, ami a valláshoz köthető elsősorban, tehát jobboldali győzelem született. 2006-ban akkor még 10 választási körzet volt, mind a 10-ben Fidesz-KDNP szövetség jelöltje győzött, és most itt egy picit idézőjelbe tenném, a polgármester szintén Fidesz-KDNP közös jelöltje, de mint aztán nagyon gyorsan a választások után kiderült, nem volt szerencsés választás. Ez a 2006-2010-es évek, hát nem akarok durva lenni, de majdnem, hogy azt kell mondjam, hogy stagnálással telt el, töltődött fel. Aztán jött 2010. Eltelt 4 év, következő választási időszak. Akkor már nem Fidesz-KDNP jelöltjeként, de a korábbi polgármester ismételten megnyerte a választásokat, ami még nagyobb hiba volt az én utólagos, meg akkori megítélésem szerint is. Úgy alakult a testület összetétele, ugye ekkor történt az, hogy lecsökkentették az országgyűlés létszámát, lecsökkent a városban a választási körzetek száma, tehát a képviselőtestület száma is jelentősen visszaesett a korábbihoz képest. Hiába volt, hogy a szövetség
többséget szerzett az önkormányzatban, de igazából ezzel nagyon-nagyon nehezen lehetett volna élni, nem is nagyon tudtunk, mert azért meg kell mondjuk azt, hogy polgármester mindig is döntően befolyásolja az eredményeket. Sajnos akkor ugye polgármester elzárkózott az olyan dolgoktól, ami valóban a város jövőképét illetően szolgálná. Ő nem nagyon volt hajlandó ide-oda eljárni, tárgyalni, főleg a kezdeti időkben. Nagyon-nagyon sokakkal kapcsolatosan nem a korábbihoz képest megromlott a viszonya, és hát ez az eredményeken a fejlődés szintjén meg is mutatkozik. Még egyszer mondom, hogy hiába voltunk mi többségben, nem tudtuk legtöbb esetben az akaratunkat végigvinni. Ha most megnézzük a 14 tavalyi helyhatósági választások után eltelt időszakot, ahol szintén minden körzetet, mind a 8 körzetet a Fidesz-KDNP szövetség egyéni jelöltje nyerte meg, nem is mellékes, hogy milyen arányokban, és a lényege most van a dolognak, hogy olyan polgármestert tudott találni Fidesz-KDNP szövetség, aki valóban érzi a város jövője érdekében a felelősségét, és mindent meg is tesz ennek érdekében. Most nem akarom elkezdeni sorolni a durván egy év óta eltelt eredményeket, de azt hiszem, hogy sokkal hosszabb lenne, mint az eddig eltelt korábbi 25 évnek, vagy 20 évnek az eredményei. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. A jubileumi rendezvényen foglalkoztak-e aktuális politikai kérdésekkel? Dr. Vejke Imre, országgyűlési képviselőnk beszédéből betekintést nyerhettünk mindennapunk problémájára, a migráns helyzetre. Azonban az elején szeretném már kiemelni, mindenki láthatja, hogy amit a kormány döntött és végrehajtott, eredményre vezetett. Napjainkban a probléma áttevődött déli szomszédaink Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria területére. Egy kicsit mélyebben belegondolva a következőt mondhatjuk. Mint keresztény emberek természetesen egyetértünk sok százezer, sok milliónyi szenvedővel. Hozzá kell azonban tennünk, hogy elvándorlásuknak az oka nem bizonyított. Nem tudni az, hogy hányan menekülnek valóban üldöztetés háború elől, és mennyi az a tömeg, aki gazdasági jólétet keresve közelít Európába. Hogyha példát szeretnénk arra találni, hogy a keleti tömeg mennyire tudott korábban beilleszkedni az európai értékrendekbe, társadalmakba, nem tudunk rá példát mondani, valószínűleg jelenleg is egy ilyen komoly problémával állunk szembe. Helyi ügyekkel kapcsolatosan a jubileumi rendezvényünknek talán a legfontosabb része az volt, hogy akár megyei elnökünk, országgyűlési képviselők felhívták a figyelmet arra, hogy nézzük meg, hogy az eltelt egy évben a pályázati lehetőségekből milyen sok mindent elért Csorna városa, a korábbiakhoz képest pláne nagyságrendekkel nagyobbat, hogy a következőkben még nagyobb figyelmet fordítsunk erre a lehetőségre, és várható, hogy még nagyobb eredményeket tudunk pályázatokkal elérni. Ugye, ami azt jelenti, hogy a város önerejéből kevesebbet kell fordítson, akár csapadékvíz elvezet, de nagyon-nagyon sok minden sorolhatnék. Utak építése, járdák építése, jelen pillanatban például önerőből oldja meg a város Erzsébet királyné utcában, a lakosok biztos, hogy látják már, hogy föltörték, elég mélyen le is mentek, tehát hogy kemény, komoly alapozás után történik meg a felszíni rétegnek a záró rétege, ami egyébként nagyon-nagyon szép és látvány szempontjából is kellemes lesz.
Tehát a pályázatok, ezt önerőből csináljuk az Erzsébet királyné utcát, de az a legjobb és legtisztább dolog, ha pályázatokon tudunk eredményt elérni. Tehát erre hívták fel, úgymond elsősorban a város figyelmét. Összegezve a mai beszélgetésünket, én 2 évvel ezelőtt jeleztem, hogy 1 év múlva, azaz mostantól visszaszámítva még 1 évet, hogy én ilyen értelemben a politikai megbízatásomat befejezem, tehát az elnökséget átadom. A választások eredményeképpen azt kell mondjam, hogy az én személyes véleményem, hogy a legjobb személyre esett a választás. Nagyon-nagyon sok erőt kívánok a további munkájához. Az eddig elvégzett munkája, én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon eredményes, hisz jelentős létszámban tudott fiatalokat megszólítani, akik egyébként be is léptek akár a KDNP-be, vagy a KDNP ifjúsági szervezetébe, amit rövidítve így hívnak, hogy X, így tetszenek vele találkozni egyébként hirdetményekben, egyéb más dolgokban is. Eredményes munkát kívánok, és önöket meg kérem, hogy ahogy többé-kevésbé, és itten inkább a többét hangoztatnám, hogy engem segítettek a munkában, akár kritikákkal is. Azok között volt nagyon-nagyon jó indulatú, igaz, hogy volt támadó is, tehát az embernek ezt el kell viselni, hozzá kell szokni, tehát továbbra is azt kérem, hogy olyan módon segítség, támogassák a munkában elnök urat is, és a szervezetet is, valamint a szövetséget is, ami a Fidesz-KDNP szövetségét jelenti. Köszönöm, hogy megtiszteltek, kellemes estét kívánok! Mai műsorunkban Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő a csornai fejlesztésekről beszél. 85-ös második ütem, hiszen sokan várják, hogy most már Sopron felől el tudják kerülni Csornát, hogyha Győr irányába szeretnének elhaladni. Így van, láthatóan egyszerre 2 irányból fog épülni az M85-ös gyorsforgalmi út, Csorna és Sopron országhatár közötti szakasza, hiszen egyrészt már az előkészület munkák befejeződni látszanak a Sopron országhatár közötti M85-ös szakaszon. Másrészt pedig picit előbbre járunk a Csornai elkerülő második ütemével, ami hát ennek a Csorna-Sopron közötti szakasznak lényegében az első üteme. Ez azt jelenti, hogy az M85-ös Csorna elkerülő második üteme kivitelezési közbeszerzésen van, tehát kiírták a kivitelezési közbeszerzési pályázatot. Bízom benne, hogy az idén le is zárul ez a pályázat, azaz kiválasztásra kerül a majdani kivitelező, ami azt jelenti, hogy jövő év közepéig elkezdődhetnek maguk az építési munkálatok is. Vagyis körülbelül 1-1,5 éven belül megvalósul Csorna teljes elkerülése, kiindulva Mosonmagyaróvártól egészen a keleti-délkeleti oldalon, így aztán a délnyugati oldalon is. Az M85-ös gyorsforgalmi út ideiglenes visszakötése a 85-ös főútra, az pedig Farád után fog bekövetkezni, és hát aztán innen megyünk tovább Sopron felé az M85-ös gyorsforgalmi út további építésével. És tarthatónak látja 2018-at a teljes befejezéssel? Útépítések esetén még politikusnak is azt szoktam mondani, hogy óvatos ilyen konkrét dátumokat ígérni, hiszen emlékezzünk rá, hogy szocialista településvezető elődeink 2002-2006-ot mindenféle dátumot ígértek már a Csornai elkerülő útra, és aztán végül 2015 lett belőle, bocsánat. Tehát azért ezzel óvatos lennék. Nem csak azért, mert nem szívesen puffogtat üres frázisokat az ember, még a politikus is, hanem azért is, mert azért egy ilyen komoly útépítési beruházást, mélyépítési beruházást nagyon sok mindent tud befolyásolni. A lőszermentesítés idején egy komoly lőszer előkerül, az időjárásról nem beszélve, áll a csapadék a földeken, sok minden befolyásolja és késleltetheti az útépítést. Én jelen állás szerint úgy látom, hogy a 2018-as befejezési határidő akkor megvalósulhat Csorna és Sopron között, hogyha az összes jogszabályi változást sikerül úgy hozzáigazítani, hogy az engedélyezési eljárások azok le tudjanak rövidülni, és minden más csillagzatunk szerencsésen áll, tehát nincsen árvíz, nincsen belvíz, nem hátráltatja más ilyen régészeti vagy lőszermentesítési munka magát az építést. Amennyiben igen, akkor természetesen lehet csúszás, de hogy a lehető legőszintébb legyek, én annak a híve vagyok, hogy érjünk el odáig, hogy elkezdjük építeni az utat, kössék meg a szerződést a projektgazda és a kivitelezők, kezdjen el az építési munkát, és akkor már egészen biztos, hogy be is fog fejeződni. És úgy néz ki, hogy ez az ütemterv szerint halad egyelőre az M85-ös tekintetében is.
Másik közérdeklődése számon tartó beruházás a napelemgyár. Hát látjuk, hogy nagyon szépen épül, tudják-e tartani a határidőket? Jelenállás szerint igen. Itt is természetesen sajnos kicsit közbeszólt az időjárás, hiszen volt egy csapadékos néhány hét itt az elmúlt időszakban, ráadásul pont akkor, amikor még nem volt tető az épületen. Ennek ellenére információim szerint az ütemezés az az eredetileg tervezettek szerint halad. Tehát magyarul már magát az építést ebbe az évbe befejezik, illetve hát a gyártósorok is megérkeznek. Nem ebben az évben, hanem november végéig be kell fejezni az épület megépítését, és a gyártósorokat is üzembe kell helyezni november végéig. Ez azt jelenti, hogy ebben az évben talán még a próbaüzem is el tud indulni, de legkésőbb jövő évben ez megtörténhet. Munkaerőtoborzásról tud valamit? Én úgy tudom, hogy a cég már feladott egy hirdetést talán, ahol már információim szerint már ilyen állásinterjúztatások is megtörténtek. Ilyennyire részletekbe természetesen nem folyok bele. A cégnek van egy vállalása, egy nagyon komoly vállalása, amikor teljes kapacitáson üzemel az üzem, akkor több mint 200 főt kell, most a pontos számra nem emlékszem, 200-220 főt kell foglalkoztatni. Ezt kell teljesítenie természetesen a cégnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Műsorunk további részében riportot láthatnak Széles Sándor kormánymegbizottal az állami földek eladásáról. Kormánymegbizottól az elmúlt időszakban az állami földek eladása ismét napi rendre került. A gazdáknak mit kell erről tudnia, milyen gyakorlati szempontok alapján lehet megközelíteni ezt a kérdéskört? Jelen pillanatban a 3 hektár fölötti termőföldek vannak árverésre kiírva. Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy november 16-án megkezdődnek a földárverések Győr-Moson Sopron megyében, és ehhez még van egy pár olyan kitétel az árverés előtt, amit teljesíteni kell. Ezek között az egyik legfontosabb, hogy igazolni kell minden gazdának, hogy jelen pillanatban az árverések előtt nem haladja meg a 300 hektárt a tulajdonnévő termőföldeknek a mennyisége. Ezt a földhivatalban tudják igazoltatni, és az árverésre ezt magukkal kell hozni. Magukkal kell hozni a jegyzőtől az igazolást, melyben helyben lakó földművesnek számítanak. Természetesen a földműves igazolvány kiváltására is van még lehetőség, de enélkül a liciten nem jelenhet meg. És nagyon fontos, hogy mindezt egy ügyvéd közreműködésével tudják bizonyítani, igazolni. Tehát magára az árverési napra ügyvéd, jogi képviselő megjelenése kötelező minden egyes árverezőnek. Tehát ügyvédhez el kell menni, és az ügyvéddel meg kell beszélni, az árverési napon az ügyvédnek ott kell lenni a regisztrációnál. Továbbá nagyon fontos kitétel, hogy az árverési előleget a Nemzeti Földalap kezelő honlapján megjelent számlaszámára be kell fizetni. Ezt is előtte az ügyvéddel kell egyeztetni, és ha az ügyvéd segítségét igényli, meg fogja mondani, hogy milyen bankszámlára milyen összeget kell befizetni. Hogyha ezek a feltételek rendelkezésre állnak, akkor az árverési napon az ügyvéddel megjelennek, onnantól kezdve az ügyvéd jelenléte már nem kötelező, tehát az árverésen maga a gazda, aki a termőföldet szeretné megvásárolni, árverezhet. Utána lesz még egy viszonylag bonyolult jogi procedúra, hiszen a megszerzett, az árverésen megszerzett földterületet minden egyes esetben 60 napra ki kell függeszteni a termőföldről szóló törvény alapján, és itt az elővételre jogosultak még jelentkezhetnek. Tehát egyáltalán nem biztos az, hogy ha valaki az árverésen a földet megszerzi, az ővé lesz a földtulajdon, mert ha valakinek elővételi joga van arra a területre, és érvényesíteni akarja az elővételi jogát, akkor elképzelhető, hogy ő lesz a termőföldtulajdonos. Egy probléma felmerülhet akkor, hogyha mondjuk tőkeerősebb gazdák jelennek meg. Hogyan lehet egyáltalán ezt kiküszöbölni, hogy a nagyobb, erősebb, jobb tőkével, nagyobb pénzösszeggel, nagyobb gazdasággal rendelkező gazdák előnybe kerüljenek? Mivel árverésről van szó, ez az egyik cél, hogy a lehető legtöbb érkeljenek el az állami földterületek. De csak azok vásárolhatják meg, akik földműveléssel, életvitelszerűen foglalkoznak. Tehát innentől kezdve nem tudunk különbséget tenni, hogyha valaki az árverési előfeltételeknek megfelel, nem tudunk különbséget tenni, hogy ki milyen anyagi erőforrásokkal rendelkezik, nyilván az erősebbé lesz ebben az esetben a föld. Már itt sem olcsók ezek a földek, amik kiírásra kerülnek, hiszen a helyben szokásos forgalmi díjakra még az állam 10%-ot rátett. Tehát nem kótyavetyéről van szó, hanem egy nagyon komoly gazdasági licitről, ahol nyilván a tőkeerősebb
de azonos feltétellel és jogilag megfelelő gazdák között a tőke fog dönteni. Viszont mindenkinek van lehetősége bankhitelhez jutni, aki úgy érzi, hogy hosszú távon akár egy magasabb érték is meg fog térülni a számára, akkor nem érdemes csak a saját bukszájára hagyatkozni, hanem érdemes bankhitelt felvenni, igénybe venni, mivel ez egy olyan kedvezményes kamatozású, hogy ez a hitel ez viszonylag könnyen kitermelhető. Melyik pénzintézethez fordulhatnak ez ügyben? Budapest Bankhoz. A Budapest Bankhoz kell befizetni az árverési előleget, ami a kikiáltási ár 10%-át jelenti megadott számlaszámra. Itt felhívom a figyelmet, hogy minden egyes földterületnek önálló bankszámlaszáma van, tehát minden egyes terület esetén más-más bankszámlára kell befizetni az árverési előleget, ami a Budapest Banknál van vezetve, de a Budapest Banknál kap tájékoztatást arról, hogy milyen kedvezményes kamatozású hitelt vehet igénybe a termőföld vásárláshoz. Hogyan tudnak értesülni a gazdák, hogy pontosan hol lesznek ezek az állami földek, hol lesznek a licitek? A Nemzeti Földalap kezelő honlapján, tehát a www.nfa.hu honlapon ki vannak írva minden egyes napra, minden egyes helyszínre és minden egyes földterületre vonatkozóan az árverési felhívások, a hirdetmények. Tehát akit érdekel, az már most kezdje el böngészni ezeket a hirdetményeket, mert ott látja, hogy az ő lakhelyén belül, vagy az ő lakhelyhez képest 20 kilométerre mely termőföldek vannak, állami termőföldek, amire a licit vonatkozik. Őszi szünidei parti rábapordányban. Zsédejné Horváth Emőke elmondta, a Vidám program jó alkalom volt a gyerekeknek tartalmasan eltölteni a szünidőt. Köszöntöm a Rába közi televízió nézőit. A Rábapordányi IKSZT munkatársa, Zsédejné Horváth Emőke vagyok. Őszi szünidei partival várjuk a gyerekeket, ahol játékos vetélkedőn vehetnek részt. Lehet nevezni az otthon kifaragott tökökkel is. A játékos vetélkedők például gyufa piramis, tollfújás, fusson a dió, és ehhez hasonló játékok lesznek a mai nap során. Olaj Soma és Tóth Kis Zsombor töklámbásokat készített szüleikkel. A Rábapordány gyerekek elmondták, az internettől szerezték ötleteiket. Gépről lemásoltunk rajzoltuk, a papírt rátettük a tökek, tűre rápontoztuk, és utána kivágtuk, és tettünk bele gyertyát, hogy milyen lesz. És milyen lett? Szép. Az őszi szünidei partin a gyerekek vidám programokkal töltötték el az időt Rábapordányban. Mai műsorunkban Varga Tamás csornai motorszerelő bemutatta egyedi készítésű motorkerékpárját. Varga Tamással 10 éve beszélgettünk legutóbb, akkor még teremkerékpár versenyek kapcsán. Mivel foglalkozol manapság? Két keréken maradtam, csak kicsit erősebb kivitelben, amit nem is kell tekerni. Átültem igazság szerint motorkerékpárra. Ezzel foglalkozok már több mint 10 éve, motorjavítással, átalakítással, motortuninggal, illetve versenycsapatoknak készítek fel motorokat különböző versenyekre, gyorsulási versenyre, pályamotorozásra, cross motorokat, terepmotoros versenyekre, enduro versenyekre, és a többi, ami még a két kerékbe belefér. Magad is versenyzel. Milyen eredményeket értél el? Gyorsulási versenyen indulok én. Itt tavalyi évben is, illetve idei évben is sikerült összetettbe az első helyet zárni, illetve egy csapattal indulunk, idén két versenyzővel, egy szlovák sráccal, illetve jó magam.
Úgy néz ki az idei év, hogy mindketten szintén sikerült címet védenünk. Az utóbbi időkben egyedi motorépítésekkel is foglalkozol. Honnan jött ez az ötlet? Igen, ez a vonal, ez igazság szerint a szlovák versenyzőnek a kapcsolata révén jött létre. Neki egy szlovákiai klubtársa kinnél Svájcba, és ő foglalkozik ilyen motor felvásárlás, értékesítés, adásvétel, cserebere dolgokkal, és ő keresett meg engem ez ügyben, hogy foglalkozok-e ilyen átépítéssel. Ugye korábban én már egy-két ilyen apró átalakítást eszközöltem motorokon, illetve volt egy motor, ami szintén saját építés, és az utóbbi, hát nem egészen egy évben, már ennek az úriembernek a második motor az, ami készül. A korábbi az szintén egy Kawasaki volt. Ezt a Ungexpon mutattuk be a motorkiállításon, ott sikerült is egy külön díjat nyerni vele. Az volt a kategóriájában a legszebb motor. Mesélj a mostani motorról. Mit érdemes tudni róla? A mostani motorunk szintén egy Kawasaki. Ez egy VL800-as chopper alapjaira épült. Igazából annyit tudni, hogy a motort az teljesen gyári állapotában hozták hozzám, és akkor onnan következett a teljes szétszerelés, vázra, utolsó csavarokra, minden egyéb szét lett bontva. A motorblokkja lett javítva, mert az sajnos hibás volt, illetve egy egyedi ilyen Jack Daniels-es dizájn találtam ki rá, egy-két ilyen apró újítással, mint például a viszkis hordó, ami a tankba van beépítve, mint üzemanyag szintjelző, illetve a másik oldalán a motornak ott a légszűrőház, az egy viszkis hordó, amiből egyébként viszkit is lehet engedni egy gomb segítségével. Ezen kívül milyen módosítások történtek még a motorkerékpáron? Hát ezen kívül majdnem, hogy minden. A első keréktől elkezdve a kormányig, sárvédők, ülés, mindegyedi legyártás, a felni kivételével, mert ugye az rendelés alapján lett újra küllőzve egy másik kerékagyba. Azon kívül ugye a festés, illetve vannak rajt vörösrezezett alkatrészek, illetve a festés része az, amit nem én csinálok. Van két festő, egyikük az airbrushos részét, ezeket az aprólékosabb munkákat intézi, a másik pedig egy audiófényező, aki a többit intézi. Matricázás sehol nincsen motoron, tehát minden feliratozás, minden apró kis kiegészítő, minden egyéb az mind festve van. Mik a jövőbeli terveid? Szeretném ezt a svájci vonalat tovább folytatni, illetve motorépítés körében több motort is elkészíteni. Holnap hajnalban indulok pont ezzel a motorral Svájcba, Zürichbe, illetve úgy néz ki, hogy hozok hazafele is már egy újabb alanyt, ami átépítésre kerül. A Szentírás könyvei címmel Heiter Robert Gottfried tartott előadást a Csornai Nyugdíjas Akadémián. Mai műsorunkban részletet láthatnak az előadásból. A cím kapcsán, hiszen már az előző előadásból, az előző fél év végén vagy elején, már nem is tudom, hogy az hogy volt, beszéltünk arról, hogy voltaképpen kár is lenne, sőt nem is lehet, emberfeletti vállalkozás lenne egy előadásban belesűríteni a Szentírás könyveit, illetve magáról a Szentírásról szóló gondolkodásunkat, hiszen lehetetlen. Most, ahogy újra belenéztem az anyagba, voltaképpen az jutott eszembe, hogy körülbelül 6-8 évre előre megvannak a következő előadásaim anyagai is. Jánoska, mármint Horváth Bence János rendtársam szerint, alcímnek, én ugyan azt mondtam, hogy az Ószövetségi Izrael története magamnak megjegyezve Ábrahámtól Pompeiuszig, ő azt mondta, hogy jobban jártál volna, hogyha azt az alcímet adod, hogy októbertől májusig, mert körülbelül heti másfél órában szoktam erről októbertől májusig beszélni. Mindennek ellenére lehet, hogy az idei újítások közé az is bekerül, hogy megpróbálok beleférni a rendelkezésre álló időbe,
bár sok zsarolási alap történt Csokitól töltött csirkéig, hogy hogyan is lehetne másfél órában beleférni, de igyekszem belesűríteni. Számomra egyébként az egyik legörömteljebb változás a lámpa. Úgyhogy köszönöm szépen. Igazándiból nyilván, ha az ember az Ószövetség választott népének a történetéről akar beszélni, persze valahol az elején kellene kezdeni. Nyilván, hogy a terület története, gyakorlatilag Izrael története szorosan összefügg a termékeny félhold történetével. A térség, a Sínai félsziget meghatározó hatalma gyakorlatilag Egyiptom, itt gyakorlatilag alsó és felső Egyiptomot láthatjuk is jelölve. Mondhatjuk azt Palesztina kapcsán, hogy a fedőnevem a mindenki engem akar kategória, hiszen hogyha a térképre nézünk, Palesztina elhelyezkedése kapcsán egy olyan térségről van szó, amin gyakorlatilag mindenki szeretne valamiért átvonulni, valakinek mindig fontos lesz, valaki mindig rá akarja tenni a mancsát, és gyakorlatilag jelentkező, ebben az időszakban, tehát a Krisztus előtti második évezredben bőven akad. A meghatározó hatalom Egyiptom. Nyilván nem jelenti azt, hogy a kis-ázsiai térség államai vagy Mezopotámia ne szeretne valamilyen módon labdába rúgni, valamilyen módon rátenni a kezét a térségre. Tulajdonképpen gyakorlatilag magát a területet, Palesztinát ebben az időszakban a falu kultúra jellemzi. A szó szoros értelmében vett államokról, országokról nem beszélhetünk. A jelentősebb települések egy idő után városállamokká alakulnak, de nyilván ezek is inkább a síkságon, ahol a folyók leteszik a hordalékukat, ahol művelhető, ahol termékenyebb a talaj, ott alakulnak ki. A hegyvidék gyakorlatilag nagyon is gyéren lakott. Ez lesz majd igazándiból az az ütőkártya, amit az első, ha úgy tetszik, sidó telepesek, tehát az ide érkező izraelita törzsek kiválóan ki tudnak használni, megvetvén a lábukat majd a hegyvidéken. Harmadik, Tutmózisz az, a bácsi arcába lehet tekinteni a diát, egyiptomi fáraó, aki megszilárdítja az egyiptomi fennhatóságot, az egyiptomi hegemóniát a térségben. Voltak éppen miért volt ez az ő számára fontos? Miután láttuk, hogy Palesztina gyakorlatilag éppen középen fekszik. Tehát megközelíthetőség útvonalak, és ebből kiindulva leginkább a kereskedelmi útvonalak szempontjából volt döbbenetesen fontos Egyiptom számára. Tehát ez mindig is aktuális kérdés marad, hogy az egyiptomi fennhatóságot vajon hogyan is lehet biztosítani az adott területen? Nyilván számára az egyik legfontosabb az, hogy az utakat, az útvonalakat biztosítsa, hiszen ettől kezdve az egész terület az övé, a kereskedelem pedig szabadon áramolhat, szabadon folyhat. Nyilván azért az Isten hatalmas nagy saktábláján mások is vannak, akik ebbe bele szeretnék dörgölni az orrukat. A Krisztus előtti 13. században hatalmas nagy népvándorlás indul meg a térségben, leginkább a tengeri népek kelnek útra, és voltak éppen itt az igei vándorlás során majd azok, akikről a legtöbbet lehet hallani, akikkel majd Izrael a legtöbbet csatázik, akikkel kapcsolatban a legtöbbet olvashatjuk a Szentírásban is, nyilván egy idő után meg fognak jelenni az égei vándorlás népei között a filiszteusok az adott térségben. Megdöntik a hettita birodalmat, és miután állandó csetepaték, állandó konfliktusok vannak Egyiptommal, így aztán kénytelen Egyiptom valamilyen módon megegyezésre jutni a filiszteusok. Nyilván ezt azóta is egyébként Egyiptomtól kezdve majd a nagy görög birodalom, később a halódó Róma, sőt mindegyik nagy birodalom eszközéül választja, mert gyakorlatilag nincs új a nap alatt, tegyük az ellenségeinket valamilyen módon, valamilyen fokig, nyilván a barátainká, így Egyiptom azzal, hogy jelentős területeket enged át
a filiszteusoknak, és voltak éppen a mai napig hallhatunk róla, csak voltak éppen állandó háborús gócpontként, mert béke azóta sincs a térségben, a gázai vezetet adja át Egyiptom, és gyakorlatilag jelentős filiszteus városállamok jönnek létre majd Gáza, Gát, Askelon térségében, a mai napig létező városokról van szó, és igazándiból ezeknek a városoknak a hovatartozása, a térség hatalmai, a térség államai szempontjából a mai napig kérdésesek, és sajnos, ahogy a képen éppen Gát, vagy talán Gáza városáról látjuk, állandó háborús gócpontként szerepelnek a híradókban is. Nagyon hamar a filiszteusok után megjelennek az úgynevezett Ammon törzse. A Szentírás nagyon is sokat beszél, akár a Zsoltároknál az ammonitákról, a moábitákról, az edomitákról, akik végig szereplői maradnak az izraelita történet írásnak. Vagy, ha beszélhetünk ki erről, a nagy Sidóland, a nagy Izrael részeként, hiszen a Szentírás és a Zsoltárok könyve is mondja, hogy Sarumat Edomra ráteszem, Moáb az én mosdótálam. Tehát időről időre meghódítják ezeket a területeket, majd az ammoniták, moábiták, edomiták alkalmanként önálló államai királyságai leleválnak, hol együtt, hol külön, időről időre ők szakítanak ki részeket, vagy a teljes Izraelből, vagy Izrael és Júda királyságaiból, hiszen a Sidóland, ha lehet erről beszélni, sem képes sokáig egységes maradni. Jó, ha Saul, Dávid, Salamon, a három legnagyobb zsidó király idején beszélhetünk Izraelről, és utána már nem. Utána már két önálló királyságról beszélünk, testvér államokról, amik nyilván az Istenben való kiválasztottság bölcs tudatából fakadóan megalapozott, istenhívő gyűlölettel viseltetnek egymás iránt, így nyilván folyamatosan térség legjelentősebb városállama, hogy ennyire előre persze még ne szaladjunk, hiszen még 2000 évvel kell szórakoztatnom magukat, a térség legjelentősebb városállama Damaszkusz. A 12. a Krisztus előtti 12. századra, gyakorlatilag akkorra, mikor a népvándorlás következtében már a keleti hatalmak nyomása megszűnik, a térség egyik vezető államává, vezető város államává éppen Damaszkusz, később majd akár az európai történetírás kapcsán a saját bőrünkön is érezhető módon, mondjuk a damaszkuszi acélra, a damaszkuszi pengére, gondolván Damaszkusz válik, akár Gátra, akár Gázára, akár Askelonra, akár Damaszkuszra gondolunk. Azért félelmetes abba bele gondolni, hogy idestóban 4000 éves településekről van szó. Tehát a mai napig létező, már a Szentírás korában létrejött államokról van szó. Az égei vándorlás, miután egy időre elvonja a keleti hatalmak figyelmét, és kipipáljuk az állandó háborús konfliktus helyzeteket, nyilván alkalmas időt teremt az izraelita a sidó honfoglalásra. A Krisztus előtti 13. és 10. század eseményei gyakorlatilag írva találtatnak magában a Szentírásban is. Ha csak Mózes 5 könyvét, a törvényt, a Tórát nézzük, a Tórában is leginkább a Deuteronomium, a mózesi végrendelet, a második törvénykönyv az, ami ennek az eseményeiről beszél, hiszen ez itt szépen a hatalmi egyensúly áttolódásáról Józsué felé és az izraelita honfoglalásról is szól. Maga a honfoglalás ideje a bírák korára volt tehető. Ennek a letelepedésnek a hagyományait nyilván különféle szövegtanúk, különféle források is alátámasztják.
Ezek közt elsősorban szoktuk emlegetni a Merneptah sztélét, amely Merneptah fáraó emlékoszlopa volt. Tébában találják meg ezt az oszlopot, ami egészen biztosan a Krisztus előtti 1219-es évből származik. Nyilván, mi dolga volt ezeknek a sztéléknek? Az első és legfontosabb természetesen az, hogy aki számára állítják, jelen esetben Merneptah számára, felsorolja a fáraó vélt vagy valós nagy tetteit, nyilvánvalóan a sikereiről szól, természetesen senki sem szeretné az utókor arcába dörgölni a saját pancserkedéseit, azaz, hogy mi az, ami nem jött össze az ő uralkodása alatt. Egy egészen biztos, hogy Izrael neve az első írásos formában még nem államként vigyáz, de népcsoportként, elsőként Merneptah fáraó emlékoszlopán, tehát a Krisztus előtti 1219-ből származó Merneptah sztélén szerepel. Ugyancsak ebből a szempontból rendkívül fontos számunkra a harmadik Thotmész. Harmadik Thotmész idején készül egy olyan összeírás, egy olyan lista, ami Palesztina népeit szedi csokorba. Ez gyakorlatilag így is szoktuk emlegetni a nevéből kifolyóan, hogy harmadik Thotmész Palesztina listája. Ebben a listában ugyancsak Közép-Palesztina területe kapcsán szó esik Izraelről, és arról egészen biztosan, hogy harmadik Thotmész idején Közép-Palesztina már lakott területnek számít. S nyilván a harmadik olyan forrás itt a nagyókori dokumentumok közül, ami alapvetően jelentőséggel bír a téma kapcsán, az Amarna levelek, ami gyakorlatilag Palesztina, ha lehet ilyen ócskán fogalmazni, földrajzi szociológiájáról szól. Pontosan arról a tapasztalatról, amire már az égei vándorlás kapcsán, illetve azt megelőzően általánosságban Palesztina földrajza kapcsán már utaltam. Pontosan arról szólnak, annak a tapasztalatnak a leírásáról az Amarna levelek, hogy ennek a területnek gyakorlatilag az egyetlen erőssége a síkságokban rejlik, így nyilván a síkságokon találhatók a települések, míg a hegyvidék gyakorlatilag lakatlannak számított. Így aztán az izraelita honfoglalás kapcsán, bár sok, kifejezetten sok elmélet születik, de nagy valószínűséggel valahol az arany középutat kell, hogy valljuk, tehát az sem biztos a végletek tekintetében, hogy itt a nagy, hős izraeliták elképesztő fegyveres erővel bevonulva az összes városállamot maguk előtt legyalulták a térképről, és megalapítják a saját államukat, míg nyilván az is nehezen elképzelhető, hogy évszázadokon át szinte családról családra szivárognának be. Valahol az arany középútról van szó, akár Martin Nót fejtegetései kapcsán is, az izraelita honfoglalásról. Nagy valószínűséggel a beérkező izraelita törzsek elsőként a hegyvidéken telepednek meg. Lévén, hogy itt néhány hegyi zergét meg kecskét terelgető falu közösségen túl jelentősebb, számottevőbb emberi jelenléten számolni nem kell. Ezeket pillanatok alatt el tudták tolni a föld színéről, és megtelepednek a hegyvidéken. Nyilván minden háború veszteséggel jár, így Izrael számára is, még akkor is, hogyha kisebb településekről, akár csak falu kultúrákról van szó. Az első és legfontosabb, hogy a hegyvidéken magukat meghúzva, számban, személyben megerősödjenek. Tehát várunk, a kivárásra gyúrunk, letelepedünk ott, ami adatott, hagyjuk, hogy szülessenek újak, begyógyuljanak a sebek, és akkor indul Izrael lefelé a hegyekből egyesével elfoglalva a terület államait. Lévén,
hogy egységes országról, egységes államról nem beszélhetünk, hanem város államokról, így alapvetően mindig csak egy-egy településsel gyűlik meg a bajunk, és szépen településről településre, városállamról városállamra foglalják el a térség hatalmait. Legutoljára Bitang érdekes, hogy majd szinte az egyik legnagyobb sidó királynak tartott Dávid alatt végezzük csak be ezt a munkát. Tehát igazándiból még a birák korában, a honfoglalás idejében, még a királyság megalakulása Saul idején sem teljes a lista, majd az utód Dávid lesz az, aki Jeruzsálemet elfoglalva. Nem zsidó városról van szó. Az egyik legjelentősebb kánaánita városállam volt Jeruzsálem. Jeruzsálemet elfoglalva és a királyi ház örökös birtokává téve, fejezi be gyakorlatilag majd a honfoglaló törzsek megkezdte munkát. A Szentírás beszél a sidó honfoglalásról, sőt, beszél a háborús sikerekről is. Talán az egyik, ha úgy tetszik, legmesésebb, legcsodálatosabb alkalmat felelevenítve ebből, tessék csak Jerikóra gondolni, amibe beletörik a zsidó hírók, a nagy izraelita hősök bicskája, amivel nem bírunk, amit nem tudunk elfoglalni, és akkor jön megint Izrael kiválasztó, megtartó, gondoskodó és hazát ígérő istenének a beavatkozó nagy tette, aki azt mondja, hogy kapd öcsém a frigládát, 7-szer kerüld meg Jerikó falait, ugye? És mindegyik kűrnél fújd meg a harsonákat, és a 7. alkalomra Jerikó falai leomlattanak. No, nyilván nem mindegyik várost sikerül így a magukénak tudni. Természetesen Izrael története nyilván azért ez előtt kezdődik már valahol a pátriárkák, az elő izraelita nemzetség főt, Ábrahám, Izsák és Jákob, hiszen ők hárman azok, akiket az izraelita krédó akkor, amikor Izrael a kiválasztó egyistenbe vetett hitéről beszél, mindig felemlege, mert ugye ők az atyák, a mi ősatyáink, akiktől származunk, Ábrahám, Izsák és Jákob történetében. Gyakorlatilag a Krisztus előtti 7.-8. századtól vannak csak írásos forrásaink Izrael történetéről, az ezt megelőző időkről. A honfoglalás előttről nincsenek. A bibliai hagyomány csupán hagyományanyagban őrzi meg a letelepedés előtti idők történetét, a pátriárkákhoz, a pátrész, az atyák, az ős atyák személyéhez kötve ezt az időszakot. Őket a pátriárkák. Ugyancsak a Tórából, a Mózes 5 könyvéből, annak is első könyvéből, a Genezis, a Teremtés könyvéből ismeri. Műfajilag a róluk szóló elbeszélések a néphagyomány anyagát képezik, egyfajta népies elbeszélések formájában maradnak fenn. Sajnos manapság, ha a fiatalabbaknak a műfajt említem, nevezetesen a szágá, a család történet műfaját, amit a nagy nemzetségek, a nagy családok vezetői adnak át generációról generációra, az ősökről, az előttünk jártakról szóló családtörténeket, elbeszéléseket, akkor sajnos egyfajta ilyen gennyes, vámpíros, romantikus holdfény trilógiára gondolunk. A kicsit idősebbeknek a Forsyth szágá szokott azonnal eszébe jutni, hogyha a szágáról beszélünk, mert pedig a szágá mint olyan valóban létező műfaj, és ugyanilyen szágá, ha úgy tetszik, a nagy Izrael szágá, a zsidóság őstörténete, ami ugyancsak ilyen családon, nagy családon, nemzetségen belüli, szájhagyomány útján történő áthagyományozódás révén marad fenn. Egészen biztos az,
hogy az ősatyák története nem kerek, nem egész történetírás, hanem önálló elbeszélések kronológiai sorrendbe, időrendi sorrendbe állított fűzére. Kik voltak ők? Ábrahám, Izsák és Jákob, abban nyilván meg kell egyeznünk, hogy elő-izraelita nemzetségfő. Egyfajta félnomád, vándorló kisállattenyésztők, ahogyan már a szent író fogalmaz. Apám vándorló arám volt. Na hát éppen ennek a történeti valóságáról van szó. Mezopotámia területén nagy biztonsággal állítható, hogy Kálderus úr városából, illetve Hárán városából származhatnak. Tehát ebből a szempontból az izraelita genezis, az őstörténet kapcsán még mindig a termékeny fél volt, még mindig Mezopotámia, a Kálderus úr, illetve Hárán városai azok, amik említendők. Ők, Ábrahám, Izsák és Jákob, a szamár nem Jákob. Ábrahám, Izsák és Jákob kapcsán azt kell mindenképpen megjegyeznünk, hogy ők maguk isteni ígéretek hordozói, annak az isteni ígéretnek a hordozói, ami már az izraelita őstörténetkor elhangzik, hogy kiválasztalak, hogy meghívlak, hogy néppé teszlek, hogy az eddigi törzseket, nagy családokat egyesítem, sőt, megsokasítalak, nagy néppé teszlek téged, és új hazát, otthont ígérek neked, azt a bizonyos tejjel, mézzel folyó bőség földjét, az ígéret földjét, Kánaánt. Az egészen biztos, hogy őket egész Izrael őseinek tekintjük, és az időszakot a Krisztus előtti 13.-15. századra tesszük. Az izraelita történetírás során magából a Szentírásból is, hiszen nagyon sok benne maga a történeti könyv. Tapasztalatokat szerzünk arról, hogy hogyan is telepszik meg Izrael. Hiszen erről szól majd a Deuteronómium, Mózes halála, hogy József átveszi az irányítást az izraelita törzsek fölött, hogy hogyan jutnak át a Jordánon, hogy hogyan telepednek meg. De még mindig csak elszórtan élő törzsekről van szó. Arról, hogy hogyan kerülnek Egyiptomba, még mindig az első könyv beszél. A Genezis vége, ez a bizonyos József novella, aminek a történetét, hogyha felelevenítjük, akkor olyan emberi alapvető attitűdök fogalmazódnak meg benne, amik nyilván a mai napig velünk járnak. Az irigység, a féltékenység, a harag. A harag szült egy gyűlölet, és az ebből fakadó pusztíthatnék, hiszen az akkor legkisebbet, az akkor legcukibbat, az akkor apu kedvencét, nyilván a többi tesó igyekszik elveszejteni, a piczény Józsefet meg akarják ölni. Aztán ugye ők maguk rettennek vissza a testvérgyilkosságtól, kútba dobják, és amíg félrevonulnak tanakodni, egy arra járó egyiptomi karaván kapcsán jön a kósza, ám de annál jövedelmezőbb ötlet, hát mi lenne, ha eladnánk? Ettől kezdve igazándiból mi nem öltük meg, utánunk a fáklyás menet, valamiféle vadállat végül összemaszatoltuk. József legdrágább és legkedvesebb köntösét, megmutattuk apunak, ő kisírta a szemét, belenyugodott a megváltoztathatatlan, és mindenki nagyon boldog volt. József pedig Egyiptomba került. Ismerjük a történetet Putifár házába, ahol Putifárné, ez az önmagát, hát szomorúan elhanyagoltnak érző, lassan hervadásnak induló búzsvirágszál, úgy gondolta, hogy ráerőszakolja magát az ifjú, de sínos, ropogó, szép, sidó gyerekre, Józsefre. Természetesen József erre szorgalmasan beintett, és úgy gondolta, hogy nem ő lesz az, aki Putifárné hervadásnak induló kicsin virágát locsolgatni fogja.
Putifár méhezért. Gyorsan azzal vádolja meg Józsefet. Amit el sem követett, azaz bevádolja apunál, Putifárnál, azzal, hogy megpróbálta elcsábítani. Nyilván börtönbe kerül, ahol összefut a fáraó fő pohárnokával és fő étekfogójával. Mindkettő börtönben sínlődik, nyilván a fáraónak gyomorhatása volt. Mindkettő börtönben sínlődik, mindkettő álmot lát, mindkettőnek álmát megfejti József, és be is jön, amit mond. Az egyik kiszabadul, a másik nem. Nyilván a másikat elveszejtik, megölik. A fő pohárnok egyszer csak a fáraó asztala sertepertélvén azt hallja, hogy a felséges úr álmot látott, de nem tudott mit kezdeni az álommal. Rögtön beugrik, hogy hát itt van ez a sidó gyerek, három emelettel lejjebb, kérdezzük meg, nekünk bejött. Megfejti a fáraó álmát, nyilván emlékszünk rá, ugye a hét kövér tehén, a hét sovány tehén. A hét telt kalász, a hét üres kalász, álmára, ahol a kövérek is teltek, elemésztik a soványakat és üreseket. József megfejti a fáraó álmát a hét szűk esztendő és hét bő esztendő kapcsán, amit a fáraó azonnal azzal jutalmaz, hogy megteszi a királyi tárházak őrévé, ahová annak a nagyon keskeny, termékeny sávnak nagy alföld gyereke, ekkora. Ennyi volt belőle lakható a mai magyar nagyalföld. A nagyalföldnek a termését azért ez egy évben kétszer aludható volt, szorgalmasan behurcolták, és József lesz az, aki bölcsmértékkel osztja majd ki a hét szűk esztendőben, kinek a maga gondjai szerint. Beköszönt az éhínség, a tesók éheznek, jön az ötlet, menjünk oda, ahol van kaja hitünk szerint, menjünk Egyiptomba, kérjünk onnan. Elmennek hát a testvérek Egyiptomba követségbe, és aki fogadja őket, József. Tehát nem ismerik meg a 3 kiló vakolat, rengeteg festék, fejdísz, arany és egyéb szajré alatt Józsefet, aki nyilván azonnal felismeri az ő testvéreit, akik voltak olyan kegyesek őt eladni rabszolgának Egyiptomba. Velük megy a legkisebb, a pici Benji, apu szeme fénye a kicsi Benjamin. József természetesen ad mindenből, és gondosan elrejti az egyik értékes asztali edényét a picciny Benji zsákjában. Hazaküldi őket, majd azonnal utána küldi a katonákat, hogy meglóptak. Nyilván azt is megsúgja, hogy hol kell keresni a szajrét. Megtalálják, ugye picik Benjit ott fogják, csak hogy apunak legnemesebb testrészére lépjük és úgy lökjük 3-szor hanyat, hogy biztos fájjon, és megüzenik apunak, hogy ha vissza akarod kapni, akkor gyere el teljes házad népével, és most tisztálom magad, apu visszajön, mindenki megismeri egymást, és tök nagy a hápi. Letelepednek a sidók Egyiptomban. Na, innen jön a probléma. Mert hogy egy idő után bitang sokan lesznek. Elszaporodnak az egyiptomiak, félnek tőlük, és nagyon hamar, második Ramszes uralkodása idején már rabszolga sorba hajtják őket, ergo a dolguk az lesz, hogy a királyi tárházak, raktárvárosok építésén dolgozzanak. Egyiptomi forrásokból azt is pontosan tudjuk, hogy Ramszes, mert hát olyan szerények vagyunk, ugye, ahogy Alexandrosz magáról legalább 30 Alexandriát nevezett el, így egy néhány Ramszes Egyiptomban is található volt, Ramszes és Piton raktárvárosok építésén dolgoznak a sidók. Ha történetileg akarjuk megközelíteni a kérdést, abban egyet kell, hogy értsünk, hogy a Krisztus előtti 13. század táján Egyiptom határain, azaz a Perem vidéken nagy népmozgás tapasztalható. Nomádok, félnomádok, kereskedők, ez mind lefedi a korabeli sidó valóságot, mocorognak Egyiptom határain. Azt is tudjuk, hogy mi indítja el ezt a mozgást, az embertelen mértékű aszály, ami elvándorlást von
magával, nyilván arra húzódunk, ahol kaja van, ergo irány Egyiptom. Amiről a József novella beszél, történeti valóság, ezekkel együtt sodródnak szépen a zsidó népcsoportok, előizraelita nagy családok, nemzetségek Egyiptomba. És kerülnek aztán majd szépen Piton és Ramszesz városaiba rabszolgának, hiszen az egyiptomiak ezeket a menekülteket kényszer munkára fogják. Ez persze senkinek nem tetszik, így vannak, lesznek menekülési kísérletek, hiszen maga a rabszolgasor, maga a kényszer munka, ez nyilván senkinek sem tetszik. A Biblia nyilván többféle módon számol be az Egyiptomba való megmenekülés történetéről, az Isten angyala kapcsán, aki a harci szekerek elé áll, és megakadályozza, hogy a zsidókat utolérjék, homok vihar támasztva söpri el a fáraó katonaságát, de nyilván megjelenik a történetben a jó Mózes személye, akihez a második könyvet a Tórából, nyilván az Exodus, a kivonulás könyvét kötjük. Mózes személye, ugye Móze a folyó fia, a folyó szülöttje, mert hogy a leírások azt is tudjuk, hogy minden elsőszülött izraelita fiúgyermeket ki kellett nyírni, hiszen rettegtek az egyiptomiak attól, hogy ezek erőt fognak képviselni. Így a kicsi Mózét, Mózest is a folyóra, a Nílusra bízzák a szülei, tudod, a Mózes kosárba fekteti és a vízre bízza. És a fáraó leánya találja meg, aki saját fiaként neveli föl, lesz Mózes Egyiptom hercege, fut bele sorozatban az agresszió, a durvaság, az embertelenség jeleneteibe, ahogyan látja, hogy a testvéreit, a zsidókat az egyiptomi munkafelügyelő ütik, korbácsolják, és egyszer úgy felháborodik, hogy ő maga is közbelép, és lecsapja az egyik egyiptomi munkafelügyelőt. Ez olyan jól sikerül, hogy a felügyelő ott is marad, neki megmenekülnie kell. A pusztában belefut egy ugyancsak állattartó félnomád törzsbe, ahol beleszeret az életmódba, a birkákba, később a törzsfőnök lányába, és éveken át vidáman elterelgeti ott a gazda juhait, míg egyszer csak össze nem hozza a jó sors, az égő, ám de el nem égő csipkebokorral, ahol az Úr bemutatkozik, ugye? Én vagyok, aki van. Azaz a lét, az élet teljessége. Vedd le a sarudat, mert szent az a hely, amelyen állsz. És megkapja a megbízást, hogy kicsi fiam tipli haza, és vezest ki a választott népet Egyiptom földjéről. Áronnal párban, a testvérével párban, az első izraelita főpappal, hiszen a főpapokkal végig aztán Áron törzsétől. Úgy így emlegetjük, hogy Ároni papság. Tőle származtatjuk, míg majd az alsó papságot a levitáktól Lévi törzséből. Hát kézenfogva mennek a fáraóhoz, hogy mi haza szeretnénk menni. Nyilván a fáraó meg azt mondta, hogy nem vagyunk kész, úgyhogy nem mentek sehova, és jön a 10 egyiptomi csapás, aminek ugye az eseményeit ismerjük mind. A békaeső, a sáskajárás, a vízvérré változása, a dögvész, a penész, jó sokáig lehetne sorolni, egészen addig, amíg végül makacságában a fáraót azzal tudják meggyőzni, hogy az Isten angyal azon a bizonyos széder estén, amit a zsidó minden pászkán, minden húsvétkor ünnepel, végig vonul egész Egyiptomon, és minden elsőszülött fiúgyermeket megöl, aki olyan házban lakik, aminek az ajtófélfáját vagy szemöldökfáját nem kenték meg az egyéves hibátlan bárány vérével.
Ugye? Ez az a bizonyos este, amikor azt mondja az Úr, hogy öld le ezt az egyéves bárányt, ha nem vagy rá képes, állj össze több család együtt. Kenjétek meg a vérével az ajtófélfát. Készítsd el, egyél hozzá keserű füvet, keserű salátát, és kovásztalan kenyeret. A derekad legyen felövezve, és várd az Úr angyalának az átvonulását, mert ezen az éjjelen szabadít meg téged Egyiptom földjéről. Ez a húsvét, ez a pászka, amit igazándiból a zsidó ünnepel, ez a szédereste, ami minden pászka ünnepkor előkerül, ami kapcsán minden zsidó családban a mai napig. A legkisebb gyermek feladata az egyébként, nagyon szép a hagyomány, amivel széder este elkezdődik a családi ünneplés, hiszen ahogy meggyújtják az asztalon az első gyertyát, a legkisebb gyermeknek a dolga az megkérdezni, hogy ó, mondjátok el, mitől különbözik ez az este minden más estétől az évben? Na hát pontosan ettől. Pontosan az Isten nagy tettétől, szabadító tettétől, a beavatkozó szeretet megnyilvánulásaitól. Nyilván nem engedi el a fáraó olyan lazán őket, a gyermek, az elsőszülött fiú gyermek halála fölötti fájdalmában azt mondja, hogy menjetek, csak vigyétek el ezt a pusztulatot Egyiptom földjéről, de később maga is felkerekedik, és ugye ahogy a Szentírás írja, és a fáraó lovasai és harci szekerei után erednek az izraelitáknak, és megtörténik a vörös tengeri csoda. Történészek úgy gondolják, hogy valahol a vörös tengeri csoda területét, a Sinai félszigeten, hogy valahol a Szuezi csatorna vidéki tavak környékén kell keresni. És ettől kezdve maga az Úr jár elől, és vezeti az ő választott népét a 40 éves pusztai vándorlás során a pusztában. Hol nappal felhőoszlop, éjjel tűzoszlop képében jár előttük, míg gyakorlatilag el nem jutnak a Sinai félszigeten, a Sinai pusztába, ahhoz a hegyhez, amit vannak olyan szentírási könyvek, amik csak olyan lazán az Isten hegyeként emlegetnek. Van, hogy a Hórebben azonosítjuk, előfordulhat, hogy a Sinája, a Sinai hegye. Pontosan nem tudjuk, hogy melyik az, de Izrael története legnagyobb teofániája. Isten jelenése, Isten tapasztalata itt történik, hiszen itt nyilatkoztatja ki az Isten elsőként önmagát, Jahveként, megmondva a tiltott nevet, amit ettől kezdve csak a főpap csak egy évben egyszer, Jom Kippurkor ejthet ki, egyébként a közzsidó nem. Bemutatkozik az Isten a tulajdon nevén, a történelem uraként, a szabadító Istenként, akinek az akaratából vezeti Mózes az ő népét, s törvényeket ad a választott nép számára. Ugye az a bizonyos 10 parancsolat, az a 10 árva sora, 2 kőtábla, amiről a mai napig az angol szász és európai jogrend, a büntető törvénykönyv, a polgári törvénykönyv származik, tehát képesek voltunk egy egész CD jogtárnyit összehozni 10 árva mondatból, amit ha böcsülettel megtartunk, akkor az az egész CD jogtár feleslegessé válik. Ismerjük az eseményeket, hiszen Mózes az öreg vésnök olyan sokáig marad el a hegyen, hol mennydörgésben, hol villámlásban, és jegyzi szorgalmasan az ő parancsolatait, hogy a nép azt hiszi, hogy már el is veszett, és elkezdik azt a bizonyos aranybornyót imádni, amit magukkal vittek Egyiptomban. X-szereket összeadják, megöntik belőle az aranybornyót. Ha picit megerőlteted magad, rájössz, hogy miért? Miért épp az arany? Annyi mindent imádhatna.
Miért az auditórium? Mit lát Egyiptomban? Az egyiptomi hitvilág politeista panteonjában, ebben a sokisten hitben, az Apis bika, az az aranybórjú, volt a Nílus áradásának az istene. Ennek az Apis bikának a reinkarnációját késő vénségéig, amíg a jószág természetes módon ki nem múlt, ebből szépen az Apis szentében szori, de meg nem döglött, addig ott tartották, hordták neki a gazdag adományokat, és időről időre egy évben egyszer aranyékszerekkel földíszítve körbe hajóztatták az egész Egyiptomon, ettől remélve majd a Nílus áradását, a termékeny hordalék lerakását, a bőséges termést. Mit lát a zsidó Egyiptomban? Hát, hogy ott van ez a bika, ennivaló meg akad. Úgyhogy szépen leönti a maga Apisborját, a maga aranyborjúját, és kezdi azt imádni. Mózes erre ér le a hegyről a két kőtáblával, mérdében mit csinál, összetöri a kőtáblákat, meg a borjút is, porrá zúzza a leírások szerint, és megitatja vízbe keverve az eltévedett izraelitákkal. Felhívjuk nézőnk figyelmét, az előadás teljes felvételét hétvégi műsorunkban láthatják. Munkatársaim nevében megköszönöm figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is. Viszontlátásra!